Az Ercsiben működő Jorgoványi Rácz kórus a helyi Rácz-horvát táncházból alakult 2009. júliusában. A Jorgoványi Rácz kifejezés, jelentése magyarul orgonák. Első fellépésük 2009. augusztus 14-én a Rácz búcsúkor volt. A 15 tagú énekkar Rácz származású lányokból, asszonyokból áll, akiknek felmenői boszniai ferencesek vezetésével telepedtek le a törökök által néptelenné vált Ercsiben és környékén, 1630-ban és 1690-ben. Azóta őrzik nyelvüket, dalaikat, táncaikat, népi és szakrális hagyományaikat. Céljuk a hajdani, sajátos helyi Rácz egyházi és világi énekek, népdalok összegyűjtése, megőrzése és bemutatása, ünnepeiken, rendezvényeiken. Fellépéseikkel szeretnék a helyi kulturális életet színesebbé, gazdagabbá tenni. Hát Ercsiben 16 évvel ezelőtt jött létre egy délszláv táncház, mert ugye a vérünkben van, és a fiaink eljártak mindenhova, bálokba, nagyon jól megtanultak kólózni, egy kicsit beszélni is, és ugye hazajöttek, és megalakították Ercsibe a táncházat, és a táncházból egy rövid idő alatt kiváltak azok, akik ezt nagyon jól csinálják, és az ő összejövetelükből jött létre az Orica táncsoport. Ugye ez Orica Hajnalka, és akkor ugye maradtak még egy középkorosztály és egy idősebb korosztály ebbe a táncházba, akik hát a színpadra gyors táncokkal nem fértek fel. Hát akkor mit csináljunk? Megalakítottuk a Jorgoványi kórust, ugye az pedig orgonákat jelent, ami már nem olyan fiatal virág, az orgona egy kicsit idősebb virágocska, és mi 13 éve alakultunk, az Orica pedig 15 éve, ők az idén ünneplik a fennállásukat több rendezvénnyel. Mi pedig, hát először is mi tulajdonképpen nem azért alakultunk meg, hogy eljárjunk versenyekre, hanem hogy egy kicsit összeszedjük a helyi énekeket, az énekeket, imákat, népdalokat, szenténekeket és mindent, amit még a szüleink és nagyszüleink ránk hagytak. Tehát maga a Jorgoványi kórus úgy indult, hogy csak a helyi énekekkel próbáltunk, templomba is és a színpadokon is, a városkánk rendezvényein. Aztán később már ugye a repertoárunk szélesedett, mert amerre mentünk, ahol mindig tanultunk, a mai napig is mindig tanulunk, és hát ha hívnak fellépésekre, akkor nagyon szívesen elmegyünk Ercsin kívül is. Többször voltunk külföldön is, már Ausztriába, Horvátországba sokszor, és hát Magyarországon nagyon sok meghívásunk van dalos találkozókra, nemzetiségi találkozókra. Hát szeretjük csinálni, és ott jól érezzük magunkat, és a közönségnek is tetszik, és Ercsit is egy picit felráztuk. Az orgonák énekkar legutóbbi fellépése Harkányban, a harmadik horvát kórusok találkozóján volt, melyre három dalt hoztak magukkal. A mai napon viszont nem, a mai napon, hát ezt még nem énekeltük soha, egy Mária Szenténeket énekeltünk, mert Ercsi a Dunamenti népek búcsújáró helye, és ott van egy nagyon szép Mária kápolna, Mária kegykép, Illír Rácz Madonna kegyképünk van, és van egy szenténekünk, amit dr. Katona Puszta Sándor írt, és Halmos László zenésített meg, és ez a Ercsi Máriája, Ercsinszka Mária, Tivelika Gospa, és akkor ezt énekeltük első verszakként, mert hogy ezen a délvidéken ez nem annyira ismert, és akkor utána pedig már két ismertebb éneket énekeltünk, a Zaplakálát elfelejtem, talán a Tamburát és a Biserupla Vogamorát, egy kicsit a tengerről is énekeltünk.